A Virágos Pusztai Vadásztársaság közel 4 millió forint értékű adományt gyűjtött össze és vitt Erdélybe december 16-án, hogy még szebbé varázsolják Böjte Csaba testvér gyermekeinek karácsonyát. A Gödöllői Járási Hivatal Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatán intézhető ügykörök száma idén már meghaladja az 1500-at. A Kotlán Sándor utca irodában 16 okmányirodai és 3 kormányablak várja az ügyfeleket. Gödöllőn január 6-án a Művészetek Háza mellett felállított szobránál emlékeztek meg a 109 éve született erdélyi magyar íróról, Vas Albertről.